Amikor az ember meghalt, visszatérhet-e szellemképében, hogy meglátogassa azokat, akik még élnek? Vajon a halottak szellemei visszajöhetnek és beszélhetnek-e az élőkkel? A halál pillanatában csak a test hal meg, és a lélek továbbél. Vajon igazuk van-e a spritisztáknak, a halott idézőknek, a médiumoknak és a kapcsolattartóknak, amikor azt állítják, hogy általuk érintkezésbe léphetünk szeretteink lelkével, akiket elragadott tőlünk a halál? És a halottak lelkei birtokba vehetik az élő emberek testét? Hangjukat, emlékeiket felhasználhatják-e, hogy végrehajtsanak dolgokat és beszéljenek? Amiről ez alkalommal beszélni fogunk, az az egyik legkomolyabb dolog, amivel bármelyikünk szembe találhatja magát. Olyan komoly dologról van szó, hogy joggal nevezhető az élet és a halál kérdésének. Örök üdvösségünk függ tőle. Ezért fontos, hogy biztosak legyünk felőle. Hogyan szerezhetünk abszolút bizonyosságot afelől, hogy ha van is tapasztalatunk, az valódi és megbízható, vagy netán megtévesztő és veszélyes? A válasz megtalálható a Bibliában. Jézus megadja az igazságot. Jézus a barátunk. Megérti mindazt, amin keresztül megyünk, ha elveszítjük szerettünket a halál árnyékának völgyében. Fájdalmunkat átérzi, ő már érzett ilyet. Forduljunk hát Jézushoz, hogy felfedezzük amit a halálról, a feltámadásról és az örök életről mondott. Mivel Jézus mondta, rábízhatjuk életünket, és elrendeződik minden. Egyet tudunk ebben érteni, Miért ne lennénk ezért hálásak Jézusnak. Szomorúságunkat mélyen átérzi. A Biblia szerint könnyekre fakadt Jézus egy barátjának temetésén. Ő maga is átkelt a halál árnyékának földjén. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott valék, és imé élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Még ennél is többről van itt szó. Jézus az élet adó. Azért jött, hogy új életünk legyen már most. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Azt ígérte, hogy egy teljesen helyreállított életünk lesz az örökkévalóságon át. Mondanék ki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Jézus az élet szakértője. Többet tud ő róla mint bárki más az egész világegyetemben, mert ő teremtette az életet ezen a bolygón. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél, és Isten vala az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Mert ő benne teremtetett minden, mindenek ő általa, és ő reál nézve teremtettek. Ennél a pontnál fontos, hogy áttekintsük, amit eddig megtudtunk ebben a részben. Jézus egyértelművé tette, hogy a halál nem az élet része, vagy annak folytatása más formában. Jézus a következőket mondta barátjáról, neki meghalt. Lázár, ami barátunk, elaludt. Egy olyan emberről beszélt, aki meghalt. Figyeljük csak meg, mit mond Jézus a halálról. Elaludt. A Bibliában ez a legpontosabb hasonlat, amit a halálra használ. Hogy tanítványai félre ne érthessék, Jézus félreértetetlen kijelentést tett. Lázár meghalt. Lázár nem volt életben, valahol máshol, más formában. Halott volt, teste a sírban pihent. Jézus később konkrétan tanította, hogy nem létezik élet a halál után egészen a feltámadásig, és érthetően kijelentette, hogy a feltámadás jövőbeni esemény. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Az ember szívét jóleső érzést tölti be, ahogy Jézus visszatéréséről, második elveteléről értesülünk. Kielentése világosan érthető, és mindez jól megvilágítja az élet és halál kérdését. Miért is tér vissza? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok alakú hely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus maga részletezte az emlékezetes eseményt. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége. És meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait, nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szerek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. De mihez kellenek az angyalok és a trombita? Azért, hogy felébresszék a választottakat a halál alvásából, és összegyűjtve őket, felvigyék őket a mennybe. Arra a helyre, amit Jézus készített azok számára, akik szeretik Őt. Az Úr eljöveteléről pontos leírás szól. Nem akarom továbbá, Atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkodjatok, mint a többiek akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr erőveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, alkandja szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ne felejtsük tehát ezt a három lényeges igazságot, amiről szó volt. Az első. Mindez tehát az Úr igéje szerint van. Erről tanított Jézus, és ő maga tette értetővé számunkra. Második. Azok a keresztények, akik Jézus visszatérésekor még életben vannak, elragadtatnak azokkal együtt, akik Jézus második eljövetelekor feltámadnak. Az élők nem előzik meg azokat, akik Jézusban aludtak el, és a meghaltak sem előzik meg egymást haláluktól függően. És a harmadik. Jézus és Pál az alvászót használja a halál feltámadás előtti állapotának leírására. Elaludtak ő benne, Jézusban. Jézus világosan mondja, hogy a halál nem a tudattal rendelkező élet. A halál állapotában nem létezik öntudat, mert ez az értelem funkciója, és a halál pillanatában az elme megszűnik működni. Milyen világosan fogalmaz a Biblia? mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. Miről tudnak hát a halottak? Semmiről. Lehetetlen tehát a halottaknak az élőkkel érintkezni. Honnan ered akkor az a feltételezés, hogyha egy ember meghal, halála után tovább él? A Biblia azt tanítja, hogy a halál öntudatlan állapotot jelent az ember számára. Jobb egyszerű szavai így szólnak. A felhő eltűnik és elmegy. Így aki leszáll a sírba, nem jő fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. A feltételezés magától sátántól ered. Az éden kertjében félrevezette Évát, és elérte azt, hogy férjével együtt elveszítsék otthonukat, és végül magát az életet is. Sátán egy szeánszba vonta be Évát, és a kígyót használta fel, mint médiumot. Azon keresztül szólalt meg. Ő a legkitűnőbb csaló. Éva elhitte sátán hazugságát. Bizony nem haltok meg. Ez a hazugság Isten igazságával állt szemben. Bizony meghalsz. Kérdés pedig ez. Kinek higgyünk? Egy halott idéző ezt állítja, és ez gyakran ismétlik meg halott idézők, spiritiszták, ezrei az egész világon, hogy lehetséges kapcsolatba lépni eltávozott szeretteinkkel? Igaz ez? És lehetséges lenne? Semmiképpen. Jézus tanításaiból meggyőződve biztosan tudhatjuk, hogy az élők nem képesek a halottakkal érintkezni. Hogy miért nem? A halottak semmit sem tudnak. A halál öntudatlan álmát alusszák. Talán néhányan azt kérdezhetik, és némi bizonytalansággal, hiszen már élénkeztek szellemekkel. Ha a halottak nem rendelkeznek öntudattal, kik azok a lelkek, akik igenis beszélnek az élőkhöz? A Biblia felfedi, hogy kik ezek. És láték a sárkány, sátán szájából és a hamis profita szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek, bukott angyalok azok, akik jeleket tesznek akik elmennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten aman nagy napjának viadalára. A Biblia azonban nem csak azt jelenti ki, hogy kik ezek a lelkek, hanem azt is, hogy honnan származnak. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkányjal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. S vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik kördögnek és a sátánnak, ki mind az egész földkerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ő vele levettetének. Bukott angyalok tehát, barátaim, vigyázatok, a legveszélyesebb dolog, amit vala is tehettek, ha bármiféle kapcsolatba kezdtek ezekkel a lelkekkel. Mert egyetlen céljuk, ismétlem, egyetlen céljuk, hogy megtéveszték az embert és elfordítsák Jézustól, hogy ezáltal az örök üdvösségtől fosszanak meg mindenkit. Lehet, hogy rémisztően hangzik, és ezt halva az ember hátán a hideg futkos, de jó, ha távol tartja magát az ember ezektől a lényektől. Ha te elhiszed, hogy a halottak élnek, szélesre tárja az ajtót a megtévesztés előtt és könnyen eltévedhetsz, pusztán azért, mert még nem láttál ilyet. Isten az ő igényében határozottan elítéli a spiritizmust, és megtiltotta az embernek, hogy kísérletet tegyen kapcsolatba lépni a halottakkal. Figyeld meg azt a figyelmeztetést, amit Isten adott népének azzal a személlyel való érinkezésre vonatkozóan, aki megpróbál beszélni egy ismerős szellemmel. Ne menjetek igézőkhöz, és a jövedőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Mielőtt Izrael népe belépett volna Kánaán földjére, szigorú parancsot kaptak, hogy ne legyen köztetek varázslást űző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Isten jól tudta, hogy azok, akik szellemeket idéznek, félrevezetnék népét, ezért ezt mondta nekik. Varázsló asszony, ne hagyj életben! Saul király esete jó példája annak, hogy milyen végzetes dolog megkísérelni a halottakkal való érintkezést egy médium segítsége által. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az úrhoz, sok szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg. Sátán azt is meg fogja kísérelni, hogy magát Jézus személyesítse meg. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát, világosság angyalává. Elgondolkodtál már azon, vajon hogyan tud valaki beszélgetni egy olyan személlyel, aki úgy néz ki, úgy beszél, úgy viselkedik, mint az a valaki, akit halál előtt ismertél? A Biblia szerint ez sátán és angyalainak szemfényvesztése hatalmukban áll olyan emberek képében megjelenni, akik valaha éltek. Rémisztő arra gondolni, hogy jó szándékú emberek miként csaphatók be és kerülnek sátán karjai közé, azt gondolván, hogy egész idő alatt elvesztett szerettük társaságát élvezték. Ám a Szentírás még ennél is vészjóslóbb dolgokat fed fel. Sátán Jézus alakjában fog megjelenni. Van-e fogalmad arról a nagy embertömegről, akik Jézus második elvetelével kapcsolatban nem ismerik az igazságot és így áldozatul esnek a csalásnak? Vajon csalákoznunk kell-e, hogy Jézus komoly figyelmeztetést adott ezzel kapcsolatban is? És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki el ne titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hogy mennyire komoly dologról van itt szó, mi sem mutatja jobban, hogy Jézus még egyszer megismétli a figyelmeztetést. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, imé itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támannak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Imé eleve megmondottam néktek. De talán te azt mondod, vagy ismerősöd, hogy én már találkoztam régen meghalt rokonommal, mások pedig ragaszkodnak hozzá. Én már beszélgettem halott férjemmel. Megint mások így védekeznek, elveszítettem a fiamat egy gyilkosságban, de most megszoktam látogatni, és beszélgettek vele, és ez nagy nyugalmat jelent. Mit mondott Jézus, azt, hogy a halottak alszanak. És hogy ezek a lelkek elhitetik, ha lehet, a választottakat is. Milliók esnek áldozatul. Miért? Mert sokkal inkább bíznak érzékeikben, érzéseikben és tapasztalataikban, mint Isten Szavában. És miért nem tudják a választottakat elhitetni? Mert ők Jézusnak hisznek. Saját érzékeik, érzéseik és tapasztalataik helyett Isten megbízható Szavában hisznek. Kérdés az, hogy elfogadjuk-e Isten igazságát, vagy sátán hazugságainak hiszünk. Csak azok tudnak majd ellenállni a világot elárasztani készülő szemfényvesztés özönének, akik elméjüket a Biblia szavaival vértezték fel. Szükséges, hogy tudjunk ezekről a dolgokról, és szilárd meggyőződéssel bírjunk. Nehogy engedjünk bármiféle tapasztalásnak, érzésnek, vagy jelenségnek, amik eltántoríthatnak bennünket az igazságtól. Meg lehet, hogy téged is foglalkoztattak már a halál közeli élmények, amelyeket a klinikai halál állapotában éltek át emberek, és arról számoltak be, hogy a kórházi szobában lebegve saját testüket látták kívülről. Vagy esetleg valamilyen ragyogó fényt, Jézust, esetleg egy angyalt láttak, amit hívogatóan intettek. Néhányan arról számoltak be, hogy régen eltávozott rokonukkal találkoztak az élet és a halál határmesdjéjén. Egyedül Isten szavának igazsága által fedezhetjük fel a hazugságot, és lehetünk biztonságban a csalástól. Ha azt mondjuk, hiszem, ha látom, és csak akkor hisszük el, ha a saját szemünkkel látjuk, akkor a legbiztosabb úton haladunk a felé, hogy megtévesztenek bennünket végzetes döntést hozunk, ha érzékeinkre, saját tapasztalásainkra alapozunk, mint sem Isten igényére, a Bibliára. A halálról téves elképzelések tucatjai léteznek az egész világon. Vegyük például a lélekvándorlást. Milliók hiszik, hogy amikor valaki meghal, újjászületik egy másik formában, jól lehet sosem tudja milyenben nagy valószínűséggel valamilyen állatként, például tehénként, patkánként vagy kígyóként. Vagy esetleg egy másik személyként, azzal a lehetőséggel, hogy gazdag lesz. Vagy éppenséggel király, vagy esetleg szegény, koldus, vak, süket, nyomorék, vagy fájdalmas, megnyomorító betegségben szenvedővé. A hinduizmus tanítása szerint létezik az élet kereke, amely állandóan körbeforog és ha egy ember meghal, ismét újjá születik, így ismétlődik ez végtelenül hosszan a Földön. Ez sokakban felébresztje a kíváncsiságot anélkül, hogy valóban ismernék a háttérben lévő filozófiát. Ebben a vallásban nem létezik az egyén kontrollja, nincs választási lehetőség, nem lehet döntést hozni. A cél nem a tudatos élet a személyiséggel, választási lehetőséggel, örömmel és barátsággal együtt. És az ember végül valóban eléri azt, ami a nirvána, a békés semmi állapota, ahol nincs személyiség, nincs gondolat, sem emlék, nincs te, mint személy, nincs képesség, hogy gondolkodj, vagy szeres, érez, vagy hogy az öröm tudatában légy. Az én elmerül a világegyetemben, akár egy csepp víz, az óceánban, és az emberi azonosság végérvényesen megszűnik. A buddhizmus hasonló. Mindazonáltal buddha tanítása szerint az ember élete végén ki tud szállni az élet körforgásából, így nem szükséges, hogy végig menjen az újjászületések végtelen során, ha a megfelelő karma birtokában van. Az akarat tudat irányítása által, így folytatódik a tanítás, az egyén elérkezik az életnek ahhoz a pontjához, ahol végleg megszűnnek a vágyak. Amikor az elme és a test eléri ezt az állapotot, az egyén halálában egyenesen a nirvánába jut, ahol az ember elvegyül a világegyetemben, akár egyik atom, a többi között. Ezekhez a nagy világvallásokhoz hasonlóan máshol is él az a hit, hogy a jó és a rossz egyenlő erők és egy örökkivalóságon átlétezni fognak. Indonéziában, Bali szigetén találkozhatunk a barong tánccal. A barong egy olyan öltözéket vesz magára, ami úgy néz ki, mint egy hatalmas főtojás. És hat Krisszel, azaz éles ferde pengéjű felfegyverzett emberrel áll szemben. Mindegyikük egy bizonyos kábítószer befolyása alatt vannak, amit helyben termesztenek. A barong feléjük közelít, azok pedig hátrálnak. Aztán felsikolt, majd megfordul, és az emberek üldözőbe veszik a levegőbe vagdosva, és megpróbálnak lesújtani rá. Aztán a barong megtorpan, és feléjük fordul. Azok megállnak, ő pedig egy lépést tesz feléjük, míg a többiek egy lépést hátrálnak. Ez ismétlődik oda-vissza, újra és újra, egészen addig, amíg a hat férfi vad önkívületbe hajszolja magát, és elveszítik önuralmukat nem ritka, hogy egyikük másikuk elhajítja saját Krisztét és egy nézőt véletlenül eltalál. Ennél a pontnál a valóbeli férfiak mögéjük kerülnek, majd a földre tepelik őket, és vizet öntenek rájuk. Végül, mintha valami transzból ébrednének, megrázzák fejüket, feltápászkodnak, és visszakullognak kunyhóikba. Eközben a barong az ellenkező irányba elvonul. Mit jelent ez az egész? Ez egy vallási ünnep, amely során az emberek megjelenítik saját hitüket. A barong Istent jelképezi, a hat támadó pedig a gonoszt. A hindu vallásban létezik egy örökös küzdelem a jó és a rossz között. Ám egyikük sem nyer, mindig döntetlen a küzdelem. Minden azon a feltételezésen alapul, hogy a történelem egy körforgás, és hogy állandóan ismétli magát vég nélkül, tehát a történelem sehová sem tart. Nem létezik a szeretet örök istene, aki végül legyőzi a gonoszt, és megteremti az igazságosságot és békét az egész földön. Hálás vagyok Jézusért, a feltámadásért és az életért. És te, mennyire csodálatos reményt ad. A gonosz nem fog mindig uralkodni, a történelem nem körforgás halad valami felé. Az egész történelem afelé az időpont felé halad, amikor Isten egy új földet teremt, a bűntől, betegségtől, háborútól, éhségtől, szenvedéstől és a haláltól megszabadult embereknek. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én János látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Ímély az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Miért nem választott most Jézust és az újjászületést? Nem pedig a halál után, amikor már túl késő lesz. Nem a vég nélkül ismétlődő reinkarnáció által az élet különböző formáiban, évek milliói során, hanem most, még ma, Ádott az Isten és is, a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelem és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Életünk lehet egy örökkévalóságra. Ez az a bizonyosság, amit Isten szeretne ma neked adni. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki é a fiú, az é él az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hogyan tudhatjuk ezt meg? Hogyan lehetünk biztosak benne? Isten igéje kristálytisztán érthető. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. A kérdés, amit mindenkinek meg kell válaszolnia, ez. Milyen e Jézus? Már ebben a pillanatban a miénk lehet. Így szól. Imé az ajtó, szíved ajtaja előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Csak nyisd meg szíved ajtaját, és hívd be őt.